A magányosan élő méh- és darásfajok a legkorábban aktívvá váló rovarok közé tartoznak. A beporzók segítése érdekében február végéig érdemes elkészíteni és kihelyezni az úgynevezett méhecske hoteleket, melyek járataiba beköltözhetnek a körülöttünk élő szelídfajok. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője Orbán Zoltán szerint ezen építmények alkalmazásával a lakosság szinte egyedülálló módon, mértékben és nagyságrendben tud hozzájárulni a nélkülözhetetlen egyedek szaporodásához. A méh- és darásfajok mintegy 90%-a nem családokban, hanem egymagában él. Ezek a fajok a legkorábban aktívvá váló rovarok közé tartoznak. A magányos beporzókat egy úgynevezett méhecske hotel vagy garázsdarás kihelyezésével segíthetjük, melyet érdemes február végéig elkészíteni és kirakni, ugyanis ezen építmények legnagyobb forgalma március és június eleje között zajlik. A méhecske hotelek otthon is elkészíthetők, például tűzifakugliból, gerendamaradványokból, vagy fadarabokból, melyekben minél több 2 és 10 mm közötti átmérőjű lyukat kell fúrni. Ezekbe a résekbe költöznek majd be a körülöttünk élő szelíd, méh- és darásfajok. Ezek mindegyike beporzó, és hogy úgy szaporodnak, hogy ezekbe a kis furatokba, járatokba hordanak be a méhek nektárt és virágport, a darazsak szúrással méreggel megbénított rovarokat, hernyókat, ókokat, lehelyezik rá a petéjüket, lezárják egy sárdugóval, és akkor itt fognak a következő tavasszal kikelni a méhek és darazsak. Orbán Zoltán kiemelte, a támadékony egyedek többsége fizikailag sem fér be a járatokba, az pedig, hogy ott szaporodni tudjanak képtelenség, így ezek a rovarok még csak látogató szintjén sem keresik fel a méhecske hoteleket, ahova a magányos beporzók azonban szívesen beköltöznek. A szóvivő továbbá rámutatott, a környezetszennyezés miatt számos rovar veszélyben van. A környezetszennyezés, a nagyüzemi mezőgazdaság élőhely átalakítása és az agrárkemikáliák, Magyarországon a sajnálatos módon rosszul végzett szúnyogirtás is olyan mértékben pusztítja a beporzó rovarokat, ami már a gazdasági haszonnövények beporzását is sokszor lehetetlenné teszi. Ugye vannak a világon ilyen helyek, például Kínában, kézzel porozzák be a munkások a gyümölcsfákat. A méhecske hotelek alkalmazásával a lakosság szinte egyedülálló módon, mértékben és nagyságrendben tud hozzájárulni ezeknek a nélkülözhetetlen beporzóknak a szaporodásához, tette hozzá a szakértő.